Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. A pénteki nap bal oldalon látható. Ott felül ez a kártya mutatja azt, hogy itt vannak lehetőségek, lesznek döntések, de ti még vaciláltok. Nem tudjátok, hogy melyik irány lenne a jó. Ott alul bal oldalon látható négy bót, és a négyes szám jelenti azt, hogy mennyire fontos mindkettőtök számára a biztonság érzete, hiszen szeretnétek az alapokat kialakítani. De benne vagytok egy szűkös helyzetben. Lehet, hogy ő nem, csupán te vagy benne ebben a helyzetben, vagy fordítva, hogy ő érzi magát ebben a szűkös helyzetben, amiből ki akar lépni. Ez a kártya azt jelenti, hogy mennyire fontos lenne a szabadság érzete lezárni valamit, ami benneteket ebben a szűkös helyzetben tart. Ez lehet a munkahely, ez lehet családi kapcsolat, vagy az is, hogy vagy ő, vagy te még benne vagytok egy másik kapcsolatban, amiből szeretnétek kilépni. Ez a férfi közeledik hozzád, átnyújtja szimbolikusan ezt az aranykejhet, ami jelenti az érzelmeket. Ő még ugyan kicsit bizonytalan, lehet, hogy ő vacilál, tegyem vagy ne tegyem, de ki fogja mutatni az érzelmeit, hiszen a kelyhek utalnak az érzelmekre. A szombati nap középen látható. Én először ezt az alsó kártyát mutatnám, ahol a kelyhek vannak. Ez a kártya szimbolizálja a múltat, a jelent és a jövőt. A múlt az ott látható bal oldalon, ahol a kelyhek össze vannak törve. Itt vannak a könnyek. Ez a múlt jelenti a szomorúságot. A jelenlegi helyzetet ez a férfi mutatja, hiszen befele fordul. Lehet, hogy ő meditál valami felett, vagy még kicsit szomorú a múlt miatt, amit szeretne lezárni, vagy te vagy ebben a helyzetben. Minden esetre látható, ez egy átmeneti időszak. Van jövő, hiszen a jövő a férfi háta mögött látható. Lehet, hogy még nem veszitek észre, de a kép mutatja, hogy itt van két kehely, két személy, te és ő. És a kelyhek itt még nincsenek összetörve, tehát minden rendben van. Rendeződnek a dolgok. Ő megtalálja a belső nyugalmát, a harmóniát, ezt mutatja a felső kép. Ez az angyal, hogy mennyire fontos, sőt, mondanám mindkettőtök számára fontos, hogy legyen meg a béke, a belső nyugalom, a harmónia, akkor is, ha a múltban voltak nézeteltérések vagy csalódások. És az uralkodó azt jelenti, hogy mindketten uralkodni fogtok a helyzet felett. Vasárnap az jobb oldalon látható. Ott alul az a kép, a tízes szám utal egy új kezdetre. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. De látható a képen, ahogy ez a férfi mutatja, hogy milyen sokat, mennyi mindent kell cipelni. Ez lehet sok munka, és fáradtak, kimerültek vagytok. Vagy itt még vannak kezdetben nehézségek, korlátozások, amit meg kell oldani.
De hamarosan kisüt a nap, hiszen az látható ott jobb oldalon, a gyermek pedig utal egy új irányra. A nap megvilágít bizonyos témákat, tisztán átláttok a helyzeten, a nehézségek elmúlnak. És felül az egész világ az jelentheti az élet örömet, amikor valaki boldog, és azt mondja, ah, én olyan boldog vagyok, a legszívesebben átölelném az egész világot. Persze ez a kártya utalhat utazásra, külföldi kapcsolatokra is, például a nyáron, hiszen a nap szimbolizálja a nyarat, lehet, hogy ő tervez egy közös utazást a nyáron. Amit a világ még jelenthet, ezek az internet kapcsolatok, hiszen ott is az egész világgal kapcsolatban vagyunk, és a nap megvilágít bizonyos profil, vagy láthatóvá tesz valamit, vagy te vagy látható mások számára. Lehet, hogy ő kicsit féltékeny, ezért van ez a nehézség, így kezdetben, mert úgy odafigyel ezekre a dolgokra is, és észreveszi azt, hogy te feltűnsz másoknak. Ami így hétvégén történik, benne vagy egy szükös helyzetben, vagy ő, ebből ki kell lépni, még kicsit vaciláltok, különösen, ha döntésekről van szó, érzelmekkel közeledik hozzád, ő lezárja a múltját, igaz, még kicsit befele tekint, meg vannak még így kezdetben nehézségek, de uralkodni fog a helyzet felett, meg lesz a belső nyugalom, a belső béke, a harmónia, lesz újra kapcsolat, egy új irány, tisztázódnak bizonyos dolgok, és tervez veled egy utazást a nyáron. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!